meg akarja mutatni, hogy még tovább. Na nézzük, Krisztián, mint aranyérmes, 2012 London aranyérmese, forog! Pars Krisztián olimpiai bajnok. Londonban dobott 80-59-es eredményét meg sem tudták közelíteni ellenfelei. 2012. augusztus 5-én éjjel így újabb olimpiai aranyérmest aratott Magyarország, Vas megye és Szombathely. Óriási eredmény volt. Szombathelynek, Magyarországnak örömet okozott, és ez nagyon jó. Ma kettőt nyertünk, a Krisztiánok nyertek, és az, hogy Pajcs Krisztián, szombathelyi, és egyéni aranyérmet nyert az óriási. Gratulálok, és köszönjük szépen. Büszkék vagyunk rá, és tényleg egész este szurkoltunk, egész már hetek óta vártuk, hogy mi lesz, bíztunk benne, hogy sikerülni fog neki. A mezőny ismeretében is hát vártuk tőle ezt, de hát azért egy olimpia azért mégiscsak olimpia, úgyhogy nagy volt a teher rajta, de sikerült megoldani, úgyhogy örülünk neki nagyon. 20 éve várok erre az eredményre. Könnybe lábadtam, amikor megláttam, és mindig a német palira gondoltam, legjobb barátom volt, és Krisztián teljesített mindent, amit elvártunk tőle. Nagyon örülök neki, hogy a Krisztián német pál fotóját mutatta fel, és ő neki küldte ezt az üzenetet, hogy mindent neki köszönhet. Én úgy érzem, hogy a mai estével egy 40 éves munka érett be, nevezetesen Németh Pál dobóiskolájának a munkája. Voltak ugyan világbajnoki érmeink, ezüstérmeink, Európa-bajnoki címeink, de hát az olimpiai bajnokságnál nincsen nagyobb, édesebb öröm.